Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Benne a Tilos Rádió, és benne a Sokolébresztő. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Sokolébresztő című műsor, ami az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és gyönyörű, szép nyárias hangulatú, de őszi reggel van itt éppen ebben a pillanatban, és süt be a napocska az ablakon. Ez csodaszép. Na, egyedül vagyok ma a stúdióban, ennek az oka, hogy egy nagyon régi adósságomat szeretném ma törleszteni, és azt hiszem, hogy azzal az egész adásidő el fog menni, az pedig az, hogy e-mailekre fogok válaszolni szóban, amik érdekesek, és ezért úgy gondolom, hogy mindenkit érdekelhetnek a válaszok. Ugye van nekünk egy e-mail címünk, ami a sokolébresztő@gmail.com, sokolébresztő@gmail.com, amire, vagy egyébként persze a Tilos honlap felületén is természetesen a műsorokba lehet beírogatni kérdéseket, meg hozzászólásokat. Ezt nagyon gyakran meg is teszitek, amiért nagyon hálás vagyok. Ezeknek az idő egy részében, vagyis ezen bejövő megjegyzések, hozzászólások, kérdések egy részére viszonylag gyorsan, tehát egy-két héten belül szoktam válaszolni. Vannak azonban olyanok is, amik éppen azért, mert annyira érdekesek, vagy komplexek, vagy annyira olyanok, hogy, amiről én azt gondolom, hogy esetleg sokakat érdekelhet a válasz. Vannak olyanok, amikre azt tapasztalhatták a beküldők, hogy egyáltalán nem kaptak választ, akár olyan levelekre is, amik, most visszanéztem, 2022. decemberében érkeztek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem olvastam el, vagy ha van olyan, akkor az biztos a spamben landolt, azt nem tudom, lehet, hogy olyan is van, amit nem olvastam el, de amikről én tudok, azokat én elolvastam, és van olyan, amiknek a válaszolással akár, vagy több oldalas leveleket, vagy egész adásokat lehetne megtölteni. Itt mindenféle téma felmerül. Ugye van, ami egyébként a társpodcastunkhoz kapcsolódik, ami a Parallaxis podcast, ami szintén meghallgatható egyébként azon a felületen, ahol a Tilos Rádió, pont, hogy nem a Tilos Rádió, hanem mert ez Tilos Rádiótól független projekt, de ahol egyébként a Tilos Rádión kívül a Sokolébresztőt is eléritek az interneten, tehát van a Parallaxisnak YouTube csatornája, ahol a Sokolébresztők mellett például a Parallaxis podcast epizódokat is vissza lehet hallgatni, vagy a SoundCloudon, vagy az iTunes-on, vagy mit tudom én, milyen helyeken. Na szóval itt mindig a Parallaxisnak a csatornáját kell keresni, és ugye ott a Sokolébresztő csak egy szelete a sztorinak, és van egy Parallaxis podcast nevű podcast, amiben rendszerint azzal szórakozunk, hogy science fiction filmeknek a tudományos hátterét és azok megalapozottságát vagy megalapozatlanságát boncolgatjuk, de nem kizárólag, de hát rendszerint kb. Körül forogott a téma. Na most van úgy, hogy valaki úgy ír e-mailt, hogy egyszerre kapcsolódik a Sokolébresztőhöz is, meg ehhez is, de hát most úgy gondoltam, hogy miért ne, tehát itt is meg lehet ezeket beszélni. Tehát, szóval mindenkinek még egyszer nagyon köszönöm, és a jövőben is bátorítanék mindenkit, hogy írjon be ilyesmiket, és el fogom olvasni, vagy el fogjuk olvasni, hogyha olyan van, amit továbbítani kell az állandó szakértőinknek, akkor természetesen azt is meg fogom tenni. Na, hát nézzük csak. Ugye most időben visszafelé haladok egészen egyszerűen tulajdonképpen lustasági okokból, mert ezek az olvasatlannak visszajelölt levelek úgy rétegződnek az e-mail fiókban, mint ugye mint ahogy egy geológus vagy egy paleontológus is fölülről lefele halad, és úgy éri el a mélyebb rétegekben a régebbi korokat. Tehát ez a veremszerű adatrendezési forma, first in, last out. Úgyhogy ezért aztán remélem, hogy legalább azért meg tudjuk oldani, hogy 2022. decemberig visszajutunk. De nézzük először is Zolinak a kérdését, ami Zoli nagyon sok jó kérdést ír, és ebből az következik, hogy általában nem kap rá választ, hanem majd most, de most többet is egyszerre. Szóval Zoli írta augusztus 8-án az időutazásról érdeklődve, ami nagyon érdekes, és egyébként természetesen olyan dumákhoz is rengetegszer kapcsolódik, amit itt a Sokolébresztőben is mondogatni szoktam. Azt mondja, azt kérdezi Zoli, hogy említetted, hogy matematikailag a fizikai folyamatok visszafelé is értelmezhetőek, majd ehhez teszek némi kiegészítést. Gondolkoztam azon, hogy így mi lenne, ha visszafelé haladnánk az időben, akkor minden úgy néz neki, mintha visszafelé játszanánk a magnószalagot, vagy videószalagot, leesett virágcserép az asztalra ugrik, stb. De mi a helyzet a gravitációval? Elvileg ez akkor taszítani kezdeni a dolgokat? Ezért ugrik vissza a virágcserép, felpattan az asztalra, de miért állna ott meg, és mi tartaná ott? Vagyis igazából erre vonatkozik a kérdése. Nekem ez azt jelenti, hogy vagy nem játszható le a film visszafelé, vagy a gravitációra nem hat az idő iránya. Na hát itt nagyon érdekes kérdés ez, és tényleg filozófiai szempontból is fontos megérteni, hogy mi történik. És pont a gravitáció, hogyha simán csak a gravitációt néznénk, ugye, akkor az azt jelenti, hogy például, ha én eldobok egy kavicsot, ezt videóra veszem, és azt a videót lejátszom visszafelé, és csak a pályáját nézem, hogy ez a, és légellenástól meg ilyesmitől eltekintünk, tehát ezért mondom, hogy csak a gravitációval foglalkozom, eldobok egy kavicsot mondjuk a Holdon, hogy nincs légellenállás, és vagy ott akár ugyanazt egy libatollal is megtehetem, hogy eldobom szépen, repül egy gyönyörű parabola íven, aztán leérkezik. Ez egy teljesen szimmetrikus mozgás, ami azt jelenti, hogy ha időben visszafele tekernénk, akkor magának a pályának a mozgása az visszafele is lejátszódna. Tehát az idő irányát olyan folyamatokból, amik kizárólag gravitációsak, igazából nem lehetne eldönteni. Tényleg az, hogyha a naprendszerben erre keringenek a bolygók, vagy arra keringenek, az egy ad hoc. Tehát valójában egy kezdeti szimmetriás értés eredményeként van, hogyha mondjuk úgymond északi irányból nézünk lefele a naprendszerbe, akkor minden bolygó úgy kering, hogy mondjuk az óramutató járásával ellentétes irányba. Amúgy persze a déli irányból néznénk rá, akkor meg az óramutató járásával megegyező irányba keringenek, szóval ez is egy teljesen ad hoc dolog, de ez az irány kiválasztás, ami tulajdonképpen itt a mozgásnak irányt ad, az ott ez esetben teljesen véletlenszerű. Tehát, hogy tényleg az a dolog, hogy amikor a dolog elkezd repülni, tehát ez esetben az eldobott kő a feldobástól a leérkezésig tényleg egy időben teljesen szimmetrikus pályát ír le. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy pontosan a gravitáció, tehát a tömegpontokra ható gravitációs erő, mint ilyen, az olyan folyamatokat ír le, amik teljesen időtükrözésre invariánsak, hogy úgy fejezzem ki magam, vagyis az, hogy időben visszafele lejátszva a szalagot, tényleg ugyanúgy néznének ki. Most amit a zavart okozhatja, az ugye nem is az, hogy milyen maga a mozgás, hanem hogy mi indítja be. És ugye ezért veti föl Zoli, hogy esetleg akkor az egy taszító gravitáció írna le, mert hiszen ugye oké, hogy a valóságban én dobom el a követ a kezemmel, és ezzel csinálok egy erőhatást, de vajon, hogyha leérkezik, akkor nyilván, ha azt a filmet visszafele játszanánk le, akkor az nyilván úgy néz neki, hogy fölemelkedik egy golyó. De mitől? Ugye? És akkor ezért gondolhatnám, hogy ez a gravitációs taszítás lenne, és akkor itt jön be a dolog az, hogy tulajdonképpen miért van az, hogy mégis van az időnek egy iránya. Ugye ez érdekes, és ez már egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ez rávezet minket igazából a termodinamikai második főtételének, vagy pontosabban az entrópiának a kérdésére, ami lényegében azt mondja, hogy ilyen dolgokat, hogy spontán felpattan egy kő az utcáról, és fölfele repül, az nem azért van, mert a gravitáció vonzó jellegű, és emiatt ilyen nem történhetne meg, hanem egészen egyszerűen azért, mert az energia egy koncentrált formából, hogy úgy mondjam, ami lényegében az volt, hogy ennek a kövecskének a mozgási energiája egy kevésbé koncentrált, szétoszlott formába ment át, ami lényegében mit jelent? Ugye az, hogy amikor ez a kövecske becsapó úgymond, akkor mi történik vele? Hát ugye lefékeződik. Most ez a fékeződés, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy lepottyant, amikor az előző pillanatban még marha nagy sebességgel ment, hiszen éppen becsapódni készült, ugye a legnagyobb sebességgel éppen akkor mozog a test, és akkor hirtelen puff, megáll. Mi történt itt? Hát ugye nyilván eltűnt a szerencsétlennek egyik pillanatról a másikra a mozgási energiája, de valójában nem tűnt el, ez a vicc, hogy nem tűnt el a mozgási energiája, csak átalakult olyan formába, amit aztán nem lehet visszanyerni egy könnyen. Mert hogy például az a kövecske, az felmelegedett, és meg hangot is adott elő, az, hogy becsapódott, puf, az adott egy hangot, bár mondjuk azt mondtam, hogy a Holdon csináljuk a kísérletet, jó, ott nincs levegő, oké, akkor hangot nem adott, de az biztos, hogy fölmelegedett, ami azt jelenti, hogy megfogom a követ, meg megfogom a talajt, akkor azt érzem, hogy hát igen, tehát valójában az történt, hogy itt a mozgási energia hővé alakult át. De mi az a hő? Ugye pontosan ez az, hogy ott az azt jelenti, hogy az eddig rendezett mozgás, vagyis az, hogy a kőnek az összes molekulája egyszerre repült. Együtt szépen a tömegközéppontja határozza meg tulajdonképpen tényleg, hogy mozog ez a pálya, ahhoz képest tulajdonképpen ennek a merev testnek, ennek a kőnek az atomjai nem mozogtak, tehát a tömegközépponthoz képest teljesen egyenletes sebességgel mentek a dolgok. Aztán a becsapódás pillanatában ugye már ez nem folytatódhatott, hiszen nem tudott egybe odébb menni az egész kő, hiszen neki ment a talaj. Na de mi történik ebben a pillanatban? Hát az történik, hogy mivel az energia nem veszhet el, ezért aztán a molekulák elkezdenek rezgésekbe fogni, tehát tulajdonképpen az energia az abba alakul át, hogy mivel hogy már rendezetten nem tudnak így kőként együtt mozogni, ezért tulajdonképpen elkezdenek rezegni a részecskék, és hogyha úgy kell elképzelni egy szilárd testet nagyon naív szemmel, mint hogyha lenne sok kicsi golyó, amik rugókkal vannak összekapcsolva, amíg repül, addig a rugók nem rezegtek, de a becsapódás pillanatában a rugók elkezdenek rezegni, elkezdik rezgetni a velük érintkezésben lévő talajnak a részecskéit is, és akkor azok is szépen elkezdenek szét-szét terjedni, és tulajdonképpen elkezd terjedni ez a hő, amit a becsapódást kiváltott. Ugye ez a hő, ez nem más, mint az energiának ez a rendezetlen formája, amikor már nem egy irányba haladnak a cuccok, hanem mármint a mozgás, nem egy rendezett módon, mint hogy halad a kő, hanem konkrétan az, hogy itt terjed szét a hő, meg rímel is. Na szóval hát ez egy érdekes dolog, és hát az a probléma, hogy bár energetikailag természetesen meg lehetne, és akkor természetesen ez néha odáig fajul, hogy ami becsapódik, az széttörik. Tehát hogyha elég nagy sebességről elérkezett le, és hirtelen azonnal megállt, akkor természetesen van, hogy ilyen repesz darabokra szétrepül, mert ez még ezek a rezgések, amik ekkor föllépnek, azok olyan nagyok válnak, hogy elszakítják tulajdonképpen a rugókat. Na most azt kell megérteni, hogy itt energetikailag elvileg meg lehetne csinálni egy ilyet visszafelé is, csak éppen gyakorlatban kivitelezhetetlen. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, hogyha valami miatt fordítva játszanánk le ezt a történetet, akkor azt jelenteni, hogy a talajban a pici molekuláris rezgések, meg a kőben a pici molekuláris rezgések éppen minden irányból éppen egy pillanatban futnak össze, és összeadódnak, és hirtelen mindegyik ugyanabba az irányba mutat, ami gyakorlatilag egy teljesen elhanyagolható valószínűség, tehát az univerzum életkorában nem fog egy ilyen megtörténni, de elvi lehetőség ilyen értelemben volna rá, hogy jön szépen a sok kicsi rezgés minden irányban, pont egyszerre érnek pont oda, ahol ott van a kő, és akkor pont fölpöccintik, úgymond spontán energiafluktuáció, hogy csúnyán fejezem ki magam eredményeként. Tehát itt igazából nem a gravitációval van gond, hanem az indítómechanizmussal, és az elvezet minket a valódi problémához az idő irányával kapcsolatban, hogy az idő érzékelésünk, meg az egész történet, hogy tényleg azért tudjuk jól, hogy a széttört üvegpoharak nem ugranak össze, azok is ugyanúgy összeugrhatnának, tehát igen, a széttört üvegpohár is, hogyha éppen fordítva előállna egy olyan energia koncentráció, ami nagyon valószínűsítlen, tehát elhanyagolható valószínűség, hogy megtörténjen, hogy szépen a darabjai pont egy időpillanatban a sok szilánk pont akkora lökést kap, hogy pont összerepüljön, és akkor azok pont találkoznának annyira, hogy aztán a molekuláris vonzóerők megint összetapasztják az üveget, amint amúgy megtörténne, hogyha ezt rendesen meg lehetne csinálni, akkor tényleg a szilánkokból összeállna a pohár. Miért nem lát ilyet senki? Hát éppen azért, mert az időnek az szabi irányt, ez maga az entrópia növekedés ilyen értelemben, hogy azok az állapotok valósulnak meg, vagyis az válnak észlelhetővé, amik nagyon sokféleképpen is meg tudnak valósulni, és ami csak egyetlen egyféle konfigurációban van, az olyan szinten valószínűtlen, hogy spontán gyakorlatilag nem történik meg. Tehát az például, hogy de nyilván, hogyha ledobálok egy poharat, mindig máshogy fog széttörni, de mindig szét fog törni, de a pohár csak egyféleképp tud összeragasztott egybe pohár lenni. Tehát ugye ez a dolog lényege, hogy igazából nyilván mindig az olyan hát csúnya szavakkal fogok dobálozni, olyan makroállapotok, szét van törve a pohár, megvalósulása a valószínűbb, mégpedig nagyságrendekkel valószínűbb, nagyon-nagyon-nagyon sok nagyságrendel valószínűbb, amelyeket sok mikroállapot valósít meg. Most egy mikroállapot az, hogy konkrétan mennyire van összetörve a pohár, és milyen alakú szilánkok vannak hol. Ugye, hát igen, ugye tehát ott is nulla valószínűségű, mármint közel nulla valószínűségű, bár logikailag nem lehetetlen esetmény, hogy kétszer full ugyanúgy molekulára pontosan törjön el egy ledobott pohár. Két ugyanolyan. Na, mindegy. Szóval értitek, tehát itt arról van szó, hogy igen, de tehát a pohár csak egyféleképpen tud pohár lenni, de nagyon sokféleképpen tud széttört üvegszilánk halom lenni. Ugye, és ez a két makroállapot ebben az esetben. És természetesen a természet arra törekszik, hát nem természetesen, ez a tapasztalati tény, hogy habár energetikai értelemben végül is semmi nem tiltaná azt, hogy mondjuk felpattanjanak a kövek a földről, és összeálljon a pohár, meg minden, de hát éppen emiatt, mert elhanyagolható valószínűségű, hogy az a rendezetlen formából a rendezetté magától összeálljon egy ilyen cucci, hát ezért aztán bizony ezt nem látjuk. Erre vannak nagyon-nagyon jó előadások. Ugye többet is tudnék ajánlani, de most azért, mert az a friss, ezért mindenkinek szeretettel javaslom Dávid Gyulának az Atom Chill évadnyitó előadását, az Atomoktól a Csillagokig sorozatnak most csütörtökön volt az első előadása, ami lényegében pont ezzel kapcsolatos kérdéseket is feszeget. Az a címe, hogy Feltámadás a hőhalálból. Természetesen a szokásos módon zseniális. Igen. És egy Takács Gábornak, hogy a Műegyetem felé is mutassunk egyet, azért tavaly volt egy szintén nagyon jó, ez a nem tudom, miért múlik erre az idő, vagy mi az idő iránya, vagy valami ilyesmi, szóval valami ezzel kapcsolatos téma, az arra is érdemes rákeresni és megnézni. Na, szóval ez a gond ezzel, tehát még egyszer nem a gravitációval van a baj, tehát a gravitációs kölcsönhatás az éppen nagyon jól meg lenne önmag, ugyanígy néz neki. Tehát csak a gravitáció lenne, nem törnének szét a poharak, nem szépen keringő bolygórendszerek lennének, akkor nem tudnák megmondani, hogy merre múlik az idő. Egészen addig, amíg össze nem ütközik két cucci, és akkor hirtelen történnek az előzőhöz hasonló fesztiválok. Na most ehhez kapcsolódik egyébként Zolinak egy másik e-mailje is, amiben a Christopher Nolan-nek a méltán népszerű, ám eléggé felfoghatatlan, tehát tipikusan többször megnézendő Tenet című. Ugye maga a Tenet is amúgy egy olyan palindróma, tehát olyan szó, ami elejéről és a végéről is ugyanaz. Tehát a Tenet című film, ott van egy idő, vannak olyan anyagok, amik visszafelé mennek az időben, és akkor azok néha kölcsönhatnak a mi anyagainkkal, és akkor furcsa dolgok történnek, például, tehát ugye nehezen követhető a film, és amúgy egyébként természetesen a fizika történetében volt olyan, hogy valaki felvetette már, hogy ugye a pozitronok, vagyis az elektronoknak az antirészecskéi, azok lényegében időben visszafelé haladó elektronok, tehát voltak ehhez hasonló felvetések már, de most itt makroszkopikus tárgyak esetében nézzük, tehát ott van valami különleges anyag, vagy különleges bevonat, már nem emlékszem, mivel ellátod a cuccokat, akkor azok visszafele mennek az időbe, és tényleg a puskába visszarepül a golyó, és akkor persze jogosan veti föl egyébként Zoli, hogy most akkor ilyen teljesen, egy ilyen olyan triviális dolgok, mint a normál kocsi ajtó kinyitása is problémás lenne, hiszen egy becsukó mozdulattal ez nem nyílik ki. Ugye nyilván, tehát ott például van egy ilyen racsni, vagy mit tudom én, egy ilyen rendszer, ami persze aszimmetriát visz a rendszerbe, vannak dolgok, amiket például egy ilyen, akármi egy övet, övszíjat, klatty, egy ilyen összedugós övszíjat is nyilván úgy van tervezve, hogy az egyik irányba könnyen lehessen csinálni, a másik irányba meg ugyanazzal a mozdulattal nem lehet kihúzni, tehát tényleg ugye tele van ilyenekkel a világ, úgyhogy valóban, hát ez felvetné mi praktikus kérdéseket, hogy az ilyen tárgyak hogyan működnének visszafelé, még akkor is, hogyha amúgy az entrópia problémájáról nem is beszélünk, mert való igaz, hogy tényleg, ugye ez egy érdekes dolog, hogy van ez, nem is, az ajtó is kitűnő példa, amit ír a Zoli, de képzeljünk el egy ilyen táska csatot, amit összedugunk például, és akkor tényleg az van, hogy ugyanazzal a mozdulattal, ha időben elkezdjük visszafelé húzni, akkor ugye nem tudjuk kipattintani. Vagyis hát egyébként meg tudjuk csinálni egyébként, csak sokkal nehezebb, ugye ez a vicc az egészben, tehát úgy mondjuk, hogy ezeknek a rendszereknek hiszterézise van, vagyis máshogy ugyanazt a dolgot csináljuk velük visszafelé, akkor nem fognak ugyanúgy szétmenni. Valójában, bár ez csak egy mechanikai dolognak tűnik, hogy ez a kis pattintó kapcsoló hogy működik, valójában ott is ez van, hogy amikor mi megpróbáljuk széthúzni azt a dolgot, akkor igazából én azt hiszem, hogy egyébként ott a molekuláris szinten mi persze rezgésbe hozzuk azokat a kis cuccikat, meg minden, amikor ott feszegetjük, és nem megy ki, akkor melegszik ott az a műanyag kapocsnak, csatnak az a része, amit ott próbálunk feszegetni, és hát ilyen módon aztán természetesen itt is teljesül már termodinamikai és entrópia értelemben is ez az aszimmetria. Igen, tehát ez majdnem mindig így lenne az ilyen történetekben, ezért ilyen értelemben lényegében inkább azt a kérdést kell föltenni, hogy mi határozza meg az idő irányát, tehát amit egyáltalán érzékelünk. Természetesen a DJ-féle atomcsill előadásokban, vagy az emlegetett Takács Gábor-féle előadásban is ez boncolgatva van, nálam sokkal avatottabb szakértők tárgyalásában. A konklúzió azonban az, hogy igazából, hogyha az idő az úgy gondolná, hogy fordítva folyik, bármit jelentsen is ez, akkor a termodinamika, akkor az lényegében azt jelentené, hogy az entrópia, vagyis fordítva, hogyha az entrópia az hirtelen elkezdene csökkenni. Tehát valami miatt mondjuk valaki feje tetejére állítaná a jóisten mondjuk a termodinamika második főtételét, és azt mondaná, hogy mostantól minden rendszer a rendezettebb állapot felé törekedjen, meg minden, akkor is ugye az a konklúzió, ami kiderül a végén, és ez egyáltalán nem triviális, hogy még hogyha egy csökkenő entrópiájú állapotba haladunk is, akkor is, mivel hogy az agyunk is tulajdonképpen ezen fizikai elvek szerint működik, hogyha az is így működne, akkor tulajdonképpen megint csak nem vennénk észre az egészből semmit, mert arra hát úgymond a jövőre emlékeznénk, de akkor már azt a múltnak gondolnánk, mert na, szóval nehéz dolgok ezek. De a lényeg az, hogy az időérzékelésünk irányát, tehát az úgynevezett biológiai időérzékelést, vagy mentális időérzékelést is, mint kiderül, például ezekből az előadásokból, jól le lehet érvelni, hogy azt magát is igazából az entrópia növekedésének iránya, tehát a termodinamikai időirány határozza meg. Na jó, hát most hirtelen csak ennyit tudnék, de márciusban írt Zoli még egyet a Drake formulával kapcsolatban. Ugye akkoriban volt Sokolébresztő előadás erről a témáról, Hol van mindenki címmel, ami lényegében a Fermi paradoxont fejtegette, vagyis azt, hogy mi a helyzet azzal, hogy nincsenek itt a földön kívüliek, vagyis hát úgy tudjuk, hogy nincsenek itt. És hogy ez miért van, hogyha egyszer azt mondjuk, hogy nem vagyunk egy különleges helyén az univerzumnak, meg a nap, meg a föld az ilyen értelemben semmiben nem különleges. Most már látjuk, hogy tele van a galaxisunk belátható környezete itt, amit az űrtávcsövek, meg földi távcsövek tudnak készlelni. Van egy csomó olyan bolygó, amin földhöz hasonló állapotok létezhetnek más csillagok körül, ahol akár, tehát az élet is kialakulhat, de hát ugye attól még, hogy kialakul az élet, nem feltétlenül lesz intelligens, hiszen a Földön is lényegében 3,5 milliárd éve van élet, de ehhez képest, ha tényleg mi vagyunk a Földön az első értelmes lények, akik itt fejlődtek ki, ami persze sose lehetünk teljesen bizonyosak, mert hát annyi minden történt abban a 3,5 milliárd évben, hogy simán lehetnek köztük olyan dolgok is, aminek egyáltalán nem maradt nyoma. De a lényeg az, hogy bizony-bizony eléggé fura, hogy bár ugye azt mondjuk, hogy tehát két dolog versenyzik. Egyrészt az, hogy úgy tűnik, ha a földi életen végig megyünk, az egy valószínűtlen dolognak tűnik, hogy legyen értelmes élet, mert hogy a 3,5 milliárd évből csak az utóbbi 1-2 millió évben jelent meg az olyan értelemben vett értelmes élet, mint amik mi vagyunk. Tehát ez, akik konkrétan átalakítják a környezetüket olyan mértékben, hogy aztán technikai civilizációkká tudnak válni, meg űrhajózni, meg ilyenek. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem egy triviális kimenetele a dolognak, mert igazából, ha ezt a százalékot nézzük, hogy mondjuk, mit tudom én, most felülbeslem a dolgot, 2 millió éve van valamiféle ilyen emberi intelligencia a bolygón, vagy ősemberi, vagy előemberi, mit tudom én, de mondjuk azt is mondhatnám, hogy fél millió éve, de mindegy, nagyságrendi és tök mindegy, az aránylik a 3,5 milliárd évhez, de még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy igazából 500 millió éve lódult meg igazán a többsejtű életfejlődés a kambriumi robbanásban, tehát az is, az mégis csak 500 millió év. Tehát igazából elég valószínűleg tudjuk ilyen értelemben, csak az időarányokat nézve, hogy hát hogy mi vagyunk az első értelmes lények. Akkor mi volt eddig? Másfelől azonban, és akkor itt van az, hogy viszont tényleg, hát csak viszont odakint meg rengeteg a csillag, tehát rengeteg a lehetőség, tehát csak a mi tejútrendszerünkben van ugye 100-200 milliárd, tehát ilyen nagyságrendű csillagocska, és hát van a világegyetemben, a jó ég tudja hány százezer galaxis, tehát hogy egy millió, tehát hogy tényleg ezt nem tudom egyébként, de a lényeg az, hogy ezt tesszük a mérlegnek a másik serpenyőjébe. Az érdekes, az ilyen SETI, vagyis földönkívüli intelligencia kutatásokban, a szakmai közösségben rendszerint tökre szétválik az, hogy érvelnek a biológusok, meg hogy érvelnek a csillagászok. Hát a biológusok rendszerint olyan érveket követnek, hogy hát látjátok, milyen valószínűtlen. Már eleve az élet kialakulása, hát még az értelmes élet kialakulása, az előbb elmondott érvek alapján. A csillagászok meg azt mondják, hogy jó, de hát mégiscsak, hát nézzetek már meg, hogy mekkora a világegyetem, hát böszmen agyám. Szóval, hát ugye ezek vannak. Ehhez képest ugye az a tapasztalat, hogy nem közlekednek itt mindenhol. És akkor kérdezi, ugye ezt a valószínűséget közelítő, sokféleképpen kritizálható matematikai formula, a Drake formula, amit Frank Drake csillagász írt föl egyszer egy táblára a 60-as években, és aztán legendássá vált, ami lényegében azokat a külön csillagkeletkezés valószínűsége, bolygórendszer keletkezésének kialakulásának arányszáma, hogy ezekből mennyinek van bolygója, civilizációk, vagy a csillag átlagos élettartama, civilizációk, vagy a csillag átlagos élettartama, ugye ez is egy faktor, hogy a végén egy számot kapjunk, és akkor vannak ilyenek, hogy annak a valószínűsége, hogy kialakul élet, annak a valószínűsége, hogy hát ha kialakult az élet, akkor ehhez képest milyen valószínűsége van annak, hogy intelligens élet, az, hogyha már intelligens az élet, akkor milyen valószínűsége lesz belőle kozmikus, tehát technikai civilizáció, mert persze a Földön is, ugye, az még egy külön szűrő, hát hogy a földi civilizációk tehát nagyon-nagyon civilizált, magas szintű civilizációk éltek úgy évezredeken keresztül, hogy nem akartak hódító technikai civilizációkká válni. Tehát ez sem egyáltalán nem egy magától értetődő dolog, tehát meg simán lehet, hogy mit tudom én, van egy taoista bolygó, ahol mindenki azt a laocei filozófiát követi, hogy akkor vagy boldog igazából, hogyha nem is foglalkozol azzal, hogy mi van a szomszéd házban, hogyha kukorékol a kakas, akkor ne nézz oda, ne menj át, mit tudom én, mindenki legyen meg a saját magába. Tehát, hogyha például egy ilyen civilizáció van, az valószínűleg nem áll neki majd naprendszereket gyarmatosítani, hiába végtelenül intelligens, szóval hát, ugye? Tehát annyi minden szociológiai, meg egyéb faktor is lehet, és mindezeket próbálja, hát nyilván nem kiszámolni a Drake formula, hanem csak azt, hogy lássuk, hogy ezek független szorzatokként esetleg kezelhetők, mint ilyen feltételes valószínűségek, és akkor ebből jön ki valami. És annyit tudunk viszont biztosan, hogy ami kijön szám, ami lényegében mondjuk a tejútrendszerben egyszerre létező civilizációk száma, az nagyobb, vagy egyenlő, mint egy, és ez egy fontos állítás, tehát nem nulla a másik oldal, hiszen mi itt vagyunk, ugye, ez fontos, tehát rádiózunk, és űrhajózunk, tehát vagyunk. Na, szóval hát ez van. Na, és akkor ezt kérdezi, de ez még mindig nem az Oli kérdése. Azt kérdezi, hogy csak azt nem tudom, hogy a Drake formulában számolnak-e azzal az előfeltétellel, hogy önmagában az intelligencia nem elég, hogy egy faj technikai civilizációvá váljon, hanem fizikailag képesnek kell lenniük a kifinomult eszközhasználatra és az írásra, és egy akármilyen kifinomult kommunikációs csatornára. Ha a végtagjaik, hangszáljaik, stb. Nem teszik ezeket lehetővé, akkor soha nem tudnak eljutni még a legprimitívebb technikai szintre sem. Lehet, hogy volt egy szuperintelligencia, dínó is, ha csak sziszegni vagy törölni tudod, vagy ugye a T-rex az nem tudta megvakarni az orrát, ugye, nem tudom, akkor hát ugye pici kezével, tehát a strúc lábával kapirgálni tudott maximum, akkor nem sok nyomot hagyhatott. Hát ez teljesen jogos, bár azért ellene vetném a dolgokat, és akkor nagyon, nagyon javaslom egyébként a kézzel, lábbal, szájjal fest. Tehát, hogy ott az emberek maguk is, tehát nagyon sok embertársunk van, akiknek sajnos nincsenek meg a végtagjai. Elképesztő dolgokat művelnek, meg hát ugye hát az állatvilágban is, hát most az elefántról se gondolnád, de múltkor láttam egy videót, amit kicsit sziszorító is, mert a jóig tudja, hogy mennyi kínzás árán értékezt el, valahol ott távol keleten, de hát konkrétan van egy elefánt, aki képeket fest, de nem absztraktokat, hanem konkrétan lefesti az elefántot, de ez egyszerűen most konkrétan az ormányába fog egy ecset, tehát a strucc is tud szerintem kapirgálni. Tehát a lényeg az, hogy nem tudom, egy eleve az intelligencia kialakulása az ilyen testi képességekkel nyilván kéz a kézben jár. Tehát a meggyőződésem, hogy az egyik legértelmesebb állat ezen a bolygón, ugye az ilyen polipfélék, amik elképesztő kommunikációs képi mintázatokat tudnak megjeleníteni. Ugye a saját színüket, meg mintázatukat változtatják, és egy nagyon bonyolult jelrendszerrel kommunikálnak, és iszonyatosan kifinomultak, ugye nyilván a 8 karjukkal, meg innen. Tehát nyilván általában ez nem független. Ugye a delfineket lehet esetleg felhozni, hogy hát ők nem annyira tűnnek nagy eszközhasználónak, de mégis azt hiszem, hogyha valami miatt bekattanna nekik, hogy építkezni akarnak, vagy építeni egy felhőkarcolót a víz alatt, akkor valahogy meg lehetne csinálni egészen egyszerűen. Lehet, hogy nem a legoptimálisabb dolog, lehet, hogy nem icipici csavarokkal kezdenék, hanem marha nagyokkal, de én azt hiszem, hogy ez nem lenne feltétlenül akadály. Természetesen, ugye szokták mondani az emberré válás, vagy a régebbi törikönyvekben még mindig szerepelt ott az emberré válásnak a kulcs tényezői között az, hogy mit tudom én, a hüvelykujjat így meg úgy lehet fordítani szembe a többi ujjal, vagy minden. Szóval nyilvánvaló, hogy itt van egy helyzeti előny, és az is nyilvánvaló, hogy ha meg kell nézni, hogy milyen állatcsoportból alakult itt ki a Földön az intelligens lény, vagyis az ember, akkor érdekes, hogy persze pont a majomfélékből, amik ugye mind nagyon brilliáns módon mozognak, kezelik az ujjacskáikat, ugrabugrálnak. Szóval persze, igen. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy inkább itt az a nagy kérdés, tehát az egy szűkebb faktor az, hogy megjelenik egyáltalán az, hogy akar-e technikai civilizációvá válni. És akkor még egyszer, most nem is feltétlenül a taoista bolygóra gondolunk, hanem arra, hogy tulajdonképpen a miénkkel teljesen tehát mondjuk, amit tudom én, a bármely Budapesten sétáló embernek az agya, az így szerkezetileg, méretében, semmiben nem különbözik, sőt, barázdáltságában, a tesztek alapján az intelligencia sem különbözik mondjuk egy ilyen a kőkorszakinak nevezett civilizáció lakosától valahol Közép-Afrikában, vagy Pápua-Új-Guineában, vagy akár az Amazonas őserdőben ugye vannak még elvileg érintetlen törzsek, ami azt jelenti, hogy még nem találkoztak az elmúlt 500 évben, 600 évben az európai hódítókkal, és hát, talán így aztán a betegségeikkel se. Szóval hát ugye itt az van, hogy itt nagyon-nagyon érdekes, hogy itt most azt akarom csak mondani, hogy a technikai civilizációt soha nem fogjuk tudni biológiából levezetni. Ez egyértelműen valami nagyon furcsa szociológiai, földrajzi, én nem tudom milyen, nem értek ehhez, ilyesmi körülmények együttállása szükséges ahhoz, hogy valakinek eszébe jusson ez a teljesen hülye ötlet, hogy például neki indul mit tudom én, Bábel-tornyát építeni, vagy ilyesmit, tehát, hogy nem. Na jó, szóval hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, nyilván nem fogom megválaszolni a választ, de egyébként érdekes, hogy azt mondja még Zoli, hogy Ted Chiang egy novellában olvasta, hogy itt a Földön van egy szuperintelligens papagájfaj, amelyik mindent tökéletesen ért, és hát igen, de hát nincs olyan képessége, hogy kommunikáljon az emberrel, hiszen csak csipogni tud madárhangon. A szárnyaival meg nem tud sem írni. Hát igen, de ez megint a kérdés, hogy oké, persze, de hát ezt ugye nem tudjuk megállapítani. Ez egyébként persze egy nehéz kérdés. Tehát mindig ez az eleve, ez a nagyszájú emberi duma, hogy mi vagyunk itt az intelligens lények, de való igaz, hogy természetesen nem látunk bele, hogy mi történik mások fejébe. És akkor persze az is fölmerülhet, hogy miért dédelgetünk olyan naiv álmokat, hogy egyáltalán Földön kívüliekkel tudjunk valaha kommunikálni, bármilyen módon, hogyha még itt a Földön is van egy csomó potenciálisan nagyon értelmes és intelligens lény, akár, tehát simán el tudom fogadni, hogy mondjuk azok a squid, ezek a nagy, hogy hívják ezeket, polipszerűségek, ezek, vagy tintahal, vagy ilyesmik, ezek intelligensek tudnak lenni. De hát nehéz. Na, Kis Dávid kérdezte viszont, kalocsáról, aki természetesen Sokolébresztő és Parallaxis hallgató is egyszerre, de nagyon érdekes kérdés, és full szakmai, azt mondja, hogy, hogy felmerült benne, meg hát akkoriban márciusban ugye ez egy hír volt, hogy a kozmosz sokkal kisebb időszakában az interferáló gravitációs hullámok adhattak-e plusz energiát a barionos anyagnak, nyugi, meg fogjuk beszélni, így létrehozva szuper nehéz fekete lyukakat. És hogy ezt lehetne esetleg például a mi laborunkban, a Kármán laborban vizes kísérletekkel modellezni. Most ugye itt arról van szó, hogy ugye van a korai univerzum, ami azt jelenti, hogy mondjuk az első, hogyha csak az első néhány másodpercét nézzük, akkor ugye a jelenleg elfogadott elmélet szerint ez úgy volt, hogy megtörtént az ősrobbanás, de akkor még annyira magas energiaszinten volt az egész, ami azt jelenti, hogy lényegében azt jelenti, hát úgy is kifejezhetjük, hogy óriási hőmérséklete volt az egésznek, amely magas hőmérsékleten, illetve energiaszinten tulajdonképpen még nem csatolódik szét a 4 alapvető fizikai kölcsönhatás, ami jelenleg a világunkat igazgatja. Ugye ezek közül a leggyengébb a gravitáció, tehát a gravitáció, arra, amire sokat beszéltünk, ami azért mégiscsak azért győzedelmeskedik hosszú távon, és mégiscsak az az, ami ma a leginkább szervezi az egész világegyetemet, mert két fantasztikus tulajdonsága van. Az egyrészt az, hogy hatótávolsága az praktikusan végtelen. Igaz ugyan persze, hogy a két test közötti gravitációs vonzás az a távolság négyzetével csökken, ami azt jelenti, hogy kétszer messzebb rakok egy bolygót a naptól, akkor negyed akkora gravitációs húzás hat rá, hogyha háromszor, akkor kilencet, stb. Ugye ezt jelenti ez az inverz négyzetes összefüggés. De bármeddig elvihetem, és mindig lesz egy nem nulla gravitációs hatás. Ugye szemben például a magerőkkel, ugye az erős kölcsönhatás, vagy a gyenge kölcsönhatás, amik a molekula, az atommagban, illetve még ráadásul még a protonon és a neutronon belül is, az őket alkotó kvark nevű elemi részecskék között vannak olyan erős kölcsönhatások, illetve van egy gyenge kölcsönhatás is szintén a maguk között. Ezeknek ez a neve. Tehát ezek ez a neve, hogy erős és gyenge kölcsönhatás. De a gyenge, az ne tévessze meg senkit. Ezek mind sok nagyságrendel erősebbek, mint a gravitációk, viszont ezeknek nagyon rövid a hatótávolsága. Tehát ez azt jelenti, hogy mindennél erősebb mondjuk egy proton, meg egy másik proton, vagy egy proton és egy neutron közti ilyen a magerő kölcsönhatás, de hogyha eltávolítjuk őket, akkor ez gyakorlatilag megszűnik, viszont nagyon gyorsan lecseng, úgymond. Ez tehát a gravitáció ehhez képest sok százezer, sok millió fényév távolságból is tudja érzékeltetni a hatását. Ugye lásd, itt a galaxisunk, ami egy 100 000 fényév átmérőjű korong, amit a gravitáció tart egybe. Na, és akkor az van, hogy ja, és akkor még a másik nagy feature-e a gravitációnak, mert ugye ez az 1/r négyzetes, ez amúgy a erős-gyenge, elektromágneses és gravitációs, ugye ez a 4 kölcsönhatás. Ugye a magerőkről, tehát az erős és gyengéről már beszéltem, vagy a magerő, mindegy, nem csak magerő, mindegy, hagyjuk. Oké, szóval ezekről beszéltünk, ezek rövid hatótávolságú dolgok, de aztán ott van még ugye az elektromágneses kölcsönhatás. Most a elektromos vonzás és taszítás is van. Egyébként tehát két elektron, vagy egy elektron és egy proton közti vonzás, mondjuk, az ugyanúgy a távolság négyzetével csökkent, tehát ugyanúgy végtelen hatótávolságú lenne, viszont ugye ott a gravitációval ellentétben ugye ott van negatív meg pozitív töltés is, tehát tömegből nem ismerünk negatív tömeget, ugye a tömeg az ugye a töltésnek a gravitációs megfelelője, tehát tulajdonképpen a tömeget, a gravitáló tömeget azt úgy is hívhatnánk, hogy gravitációs töltés, csak nem tesszük. De az elektromos töltés az olyan, hogy lehet belőle pozitív meg negatív is, ez azt jelenti, hogy szerencsére a világ az valahogy olyan, hogy ezek így kiátlagolják egymást, tehát pont annyi van pozitívból, mint negatívból érdekes módon, ami nagyon jó, mert mert egyébként ugye két elektron közti, az mind a kettő negatív töltésű, tehát elektromosan taszítják egymást. Az elektromos taszítás az 10^42-en, tehát 42 nagyságrenddel, tehát egyes után 42 nulla, annyiszor erősebb, mint a köztük levő gravitációs vonzás. Tehát világos, hogyha mondjuk az én meg a Föld töltéseiről mondjuk csak 1%-nyit levennék az elektronjaimból, meg a talpam alatt levő földecske darabról 1%-ot, akkor lebegnék. Tehát, hogy olyan szinten, sokkal erősebb a vagy fölrepülnek a francba. Tehát sokkal erősebb az elektromágneses kölcsönhatás, de hosszú távon leárnyékolódik, mert a pluszosok meg a mínuszosok kiegyenlítik egymást, és ezért van az, hogy hosszú távon a gravitáció győz. Na de, a korai univerzumban ugye az még egyáltalán nem volt itt, tehát kialakult az univerzum, eltelt 1-2 másodperc, és valahogy, és akkor még egy egyesített erő volt, hát ezt nem lehet tudni még teljesen, hogy volt, de hát azt mondják a modellek, hogy 1-2 másodperc tájékán először pont ez a gyenge gravitáció csatolódott le, és vannak olyan elméletek, amik pont amikor írta a Dávid ezt az e-mailt, akkor jött ki olyan felvetés, hogy esetleg ez a lecsatolódás, ez eredményezett olyan nagyon korai gravitációs hullámokat, amiket esetleg most is lehetne detektálni. Vannak, akik azt mondják, hogy kaptak erre utaló jeleket, de amit ő igazából felvet az az, hogy a gravitációs hullámok, mint hullámok találkozása köze tud ilyen felerősítéseket, interferenciát eredményezni, akkor azt csinálhatott olyat, hogy a nagy anyagsűrűséget hozzon létre akkor ebben az első néhány másodpercben, amikor először szabadult ki a gravitáció, úgymond, gravitációs hullámok valószínűleg megjelentek olyan értelemben. Hát, hogy akkor az magyarázhatja-e azt, hogy van egy csomó szuper nehéz fekete lyuk, amik úgy, amit a James Webb meg egyéb dolgok ergyes eredményei arra utalnak, hogy az úgy korábban alakult ki, mint illett volna, és akkor azt veti föl a Dávid, hogy esetleg véletlen ilyen gravitációs hullámokból elő fluktuációként előjöhetett volna, létrejöhetett volna már akkor a téridő görbület, ami lényegében felelős lehetne ilyenek kialakulását. Én erre azt mondom, hogy szerintem egyáltalán nem. A mostani szerkezetére a világegyetemnek az felelős, hogy egyébként valamivel később, de még mindig az univerzum korai szakaszában, az első 370 000 évében, akkor ugye előfordultak ilyen akusztikus, barionikus oszcilláció néven nevezettes valamik, ami lényegében azt jelenti, hogy akkoriban volt egy sűrű, kevert anyaga az univerzumnak, amiben volt mindenféle részecske meg fény, és ezek, meg igen, olyan anyag is, amit most nem tudjuk még, hogy micsoda, de pont ezekből tudjuk a nyomát, hogy volt, és akkor azokban lényegében nyomáshullámok, és hanghullámok terjedtek, mert ez egy annyira sűrű anyag volt, ám de aztán, amikor nagyobb lett a világegyetem, akkor... Ja, és a hanghullámok, ugye mit csinálnak? A hanghullámok nyomás sűrűsödéseket idéznek elő, meg ritkulásokat, és aztán utána az az állítás, hogy aztán később ezek felfúvódtak hatalmas nagyra, és ugye ebből lett a világegyetem, és éppen az, hogy ahol a kezdeti nyomáshullámokban ott nagyobb anyagsűrűség volt, ott aztán a nagyobb anyagsűrűség az még több anyagot gravitációsan odavonzott, meg minden, és lényegében az határozza meg azt a szerkezetét a megfigyelt univerzumnak, hogy mintha lenne egy jellemző távolságskála, amin több galaxishalmaz, aztán megint egy lyuk, ahol nincsenek galaxishalmazok, aztán megint van egy másik szál, egy filamentum, egy ilyen fonál alakú vonal, ahol megint több a galaxishalmaz, aztán megint egy lyuk. Tehát van az egésznek egy jól lemérhető, tipikus távolságskálája, és hogy ez hogy a búbálnatban alakult ki, és hát lényegében ott az a magyarázat, hogy lényegében érdekes módon hanghullámoknak a korai sűrűsödési helyeinek a lenyomatai ezek, amik aztán a sokkal nagyobbra felfúvódott az univerzum, lecsatolódott a fény is 370 000 éve, tehát átlátszóvá vált a világegyetem, mert már 3000 fok alá hűlt, és akkor már nem volt kölcsönhatása, számottevő kölcsönhatása az anyag a többi formája meg a fény között, és akkor emiatt úgymond szépen kihűl az univerzum, de hogy az a kezdetben icipici hanghullámok, tehát ugyanúgy, mint a furujában, ugye belefújunk a furujába, ott is van egy hullámhossz, és ott is vannak sűrűsödés és ritkulási helyek, hát az univerzumban is ez volt érdekes módon a helyzet, és akkor ezek a korabeli sűrűsödési helyek határozták meg, hogy lesznek olyan helyek, ahol sűrűbben van az anyag, és lesz, ahol ritkábban. És akkor persze, én azt mondom erre inkább, hogy inkább azt tudom elképzelni, hogy azok a hanghullámok tudtak esetleg helyről helyre úgy, nem a gravitációs hullámok, ezek a hanghullámok tudtak annak idején úgy, ha úgy tetszik, találkozni, vagy konstruktív interferenciába lépni, hogy néhány helyen nagyon sűrű, nagyon nagy nyomás alakult ki, vagy éppen nagyon kicsi nyomás, és mindegy, lényeg az, hogy olyan hely, ahol aztán anyagsűrűsödés tudott kialakulni, ami aztán hatalmas nagyra felfúvódott, és hát ez határozza meg az univerzum jelenlegi szerkezetét. Ennek ellenére, mondom még egyszer, hogy a korai gravitációs hullámok detektálása az egy létező dolog, tehát egyébként érdekes módon ilyen közvetett módszerekkel próbálják ilyen pulzárok csipogásának, a frekvenciájának a megváltozásából kimérni, de hát ehhez én annyira nem értek, meg hát most nincs is erre idő. Tehát maga az alapötlet, hogy ilyesmi volt, az oké. Most a laborban azért nem tudjuk vizsgálni, mert a vízhullámok azért nagyon máshogy viselkednek, mint a gravitációs hullámok. Teljesen más, hogy viselkedik az a tulajdonságuk, hogy a felületi vízhullámok, azoknak a terjedési sebessége az hogyan változik a hullám hosszukkal. A gravitációs hullámok esetében gyakorlatilag sehogy, a vízhullámok esetében viszont igen. Ami azt jelenti, hogy ilyen módon sajnos a gravitációs hullámoknak a megfigyelésére, vagyis modellezésére igazából nem vizeskádakat szoktak alkalmazni. Pedig egyébként jópofa ötlet lenne. Hát igény is volna rá. Na nézzük. Még azt akartam elmondani, hogy hát itt kaptunk egy nagyon hosszú és érdekes levelet, még szintén márciusban, tehát úgy látszik, márciusban nagyon nagy forgalom volt érdekes levelekből, amit Gábor írt, amiben egyébként részben itt Sokolébresztőben is előkerült, részben a Parallaxisban is felvetett kérdésre reflektált, hogy az emberiség, és különös tekintettel egyébként a vallások, azok hogyan reagálnának a földön kívüli élet felfedezésére. Ugye én azt találtam mondani az egyik műsorban, hogy ez lényegében már ki lett próbálva többször is. Egyrészt a történelemben például, amikor Kolumbuszék felfedezték Amerikát, meg amikor a nagy felfedezések korábban felfedezték az új világot, akkor ezen a kultúrsokkon úgymond Európa, hát meg persze a másik oldalról az őslakosság is, nekik azért sokkolóbb volt a dolog, mint egy egyszerű kultúrsok, mert konkrétan népírtások következtek, meg olyan járványok, amikre az ő immunrendszerük nem volt fölkészülve. De a lényeg az, hogy keresztül ment az emberiség azon, hogy elmentek gyakorlatilag egy új földre, gyakorlatilag egy új, ismeretlen, intelligens civilizációval találkozni, amihez semmi közük nem volt évezredek óta, vagy évtizedek óta. Tehát olyan Tehát ez lényegében ez a kultúr sok, hogy ott léteznek emberek, akik tök máshogy viselkednek és máshogy építkeznek, az szerintem fogható ahhoz, amit az váltana ki, hogy felfedezzük IT-t, és hogy kapunk egy rádióüzenetet, hogy sziasztok, itt vagyunk. Hogy egy korábbi példát mondj, tehát hogy ilyen értelemben azt mondom, hogy az emberiség azért azt szerintem szépen meg tudná tanulni, úgymond kezelni, és természetesen, ahogy annak idején, visszatérve a vallások reakciójára, ugye azt fejtegeti egyébként a nagyon jó levelében a Gábor, amit nagyon köszönök, hogy hogyan menne a dolog, hogy persze az egyháznak olyankor reagálnia kell. Például, hogy nézzük a katolikus egyház vagy keresztény vonalon, hogy például mi a teendő azokkal az emberekkel, azok hova kerülnek, mondjuk a pokolra jutnak-e azok, akik azért nem követik mondjuk az egyedüli és üdvözítő tanítást, mert életükben nem hallottak róla. De nem volt lehetőségük, ugye? Tehát ez az, hogy találkozol egy eszkimóval, aki életében nem hallott Jézus Krisztusról, és akkor így még egyáltalán nem jutna pokolba, de onnantól kezdve, hogy te elmondod neki, hogy ez meg ez van, akkor onnantól már tud róla, akkor már igen. Tehát, hogy ugye nehéz kérdés, pont ilyen a korabeli teológusok, ezek természetesen sokat pörögtek a témán. Aztán a második vatikáni zsinatban, az 1960-as évek elején, akkor már persze azt is fölvetették ennek megfelelően, hogy mi a tennivaló akkor, hogyha földön kívüli lények, földön kívüliekre vajon, hogyha léteznek, egyáltalán létezhetnek-e? Vagy ez ellentmond. És akkor érdekes dolgokat ír, egyébként nagyon jópofa példákat hoz egyébként a levélírónk, Gábor a több vallásból is. Például tök érdekes, hogy azt mondja, hogy a Schneerson, tehát a Lubavicsi Rebbe, a nagy 80-as években megkérdezte valaki, hogy mi a helyzet a földön kívüli lényekkel, és akkor azt mondta, hogy hát aki azt mondja, hogy földön kívüli élet nem létezhet, az tulajdonképpen az az Isten hatalmának a korlátozása lenne, úgyhogy ilyet nem mondjon senki, és hogy egyébként a Majmonidész óta egyébként a Talmuddal összhangban tulajdonképpen ilyen értelemben semmiféle állásfoglalás nincs, hanem egyszerűen csak annyi van, hogy a Tóra nem mondhat egyet a tudománynak, legfeljebb csak átmenetileg néha úgy tűnik. Ugye ez egy tök jó hozzáállás, tehát hogy valójában ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet ilyen kategorikus kijelentéseket tenni, hogy mit tudom én, ez van, ez nincs. Lehet, hogy minden, az igazság kutatása az mindenképpen olyasmi, ami egy üdvözítő tevékenység, mert a végén majd úgyis az fog kiderülni, hogy az az igazság, de nem kell félni ennek a keresésétől, tehát ez tök jó. Most egy másik felvetés egyébként, amit én tettem abban a műsorban, amire szintén reagált Gábor, azt mondtam, hogy egy közelebbi példát tekintsünk, ugye 1996-ban maga Clinton elnök jelentette be, a NASA akkori tudományos közélet akkori álláspontjának megfelelően, hogy egy Marsról származó meteoritban, ami egy bazalt kő, ami a Marsról érkezett, életnyomokat vagy baktérium fosszíliákat találtak. Hát igen, baktérium fosszíliák. Na most aztán később kiderült, hogy ez koránt sem annyira meggyőző, de a lényeg az, hogy akkor ez annyira be lett jelentve, hogy hűha, és hát bizony ilyen módon az, hogy voltak ilyen élő lények, azon az emberiség már egyszer átesett, hogy ez be lett jelentve. Tehát meg lemérhetjük, hogy az emberek hogy reagálnak erre. Egyébként Gábor is azt mondja, hogy ha valami bacik fosszíliáját találják meg a Marson, az nem fog sok vizet zavarni. Igen, hogy majd az lenne valami, hogyha esetleg jönne az IT-től az üzenet. Hát igen. Na hát azt majd meglátjuk tényleg. Viszont még egy érdekes felvetés, hogy, és ez még mindenképpen ezt meg akartam osztani. György írta még márciusban. Azt kérdezte, hogy az űrrakétákat miért nem gyorsítják fel a kémiai hajtómű beindítása előtt? Valami silóval fel lehetne lőni tulajdonképpen szó szerint hangsebességre, és akkor a hasznos teherarány sokkal nagyobb lenne. Ez így is van, és erről lett itt egy adás, aminek az a címe, hogy Ágyúval a világűrbe, tehát a Sokolébresztő archívumban megtalálható az Ágyúval a világűrbe című adásunk, amiben én kifejtettem ezt a problémát. Természetesen embereket ezt így nem lehet indítani, mert akkor a gyorsulás lenne, hogy nem élné túl az ember. De hogy hasznos terheket pont így, igen, hogy egy silószerűségből, sőt, akár egy óriási parittyával, ugye a Spin Launch nevű cég az pont ezt célozza, hogy nagyon bepörgetve, mint egy óriási parittyával kihajítanak tulajdonképpen egy centrifugából egy egységet, és akkor utána persze a felsőbb légkörbe bekapcsol a hajtómű, és akkor gyorsul tovább. Igen, vannak ilyen törekvések. Rendszerint inkább pont a nagy légellenállás meg ilyesmi miatt nem teljesen optimális a dolog, mert az a baj az ilyesminél, hogyha alul vagy gyors, ahol sűrű a levegő, akkor nagyon fékezel. Tehát ezért nagyon fékeződsz. Tehát ezért jó a rakéta, mert az elején lassú, amikor még sűrű a levegő, mert lent vagy, és ezért kicsi a légellenállás, mert a légellenállás az lényegében a levegő sűrűségével, meg a sebességeddel kapcsolatos. Minél sűrűbb a levegő, és minél gyorsabban megy, annál nagyobb lesz a légellenállás. És a rakéta az azért menő, mert egyre gyorsul, és mire fölgyorsul, addigra meg már olyan magasan van, ahol ritka a levegő. Ehhez képest az ágyú lövéssel fordított a helyzet, ugye, mert hát akkor vagy a leggyorsabb, amikor lent vagy, tehát amikor a legsűrűbb a levegő, tehát emiatt aztán gazdaságosági kérdés szempontjából nem biztos, hogy jó, de az viszont nagyon jó, hogy tényleg nem kell üzemanyagot magaddal vinni, hiszen az egész robbantáshoz való anyag az ott van lent a földön. Úgyhogy igen, vannak ilyen tervek, de mondom, rendszerint éppen a nagy légellenállás miatt ilyen pici terhek följuttatásához fejlesztik ezt a módszert, tehát ilyen öklömnyi kicsi műholdak és hasonlók. Igen. Na jó, kedve, azt mondja Varga József, aki márciusban írt ugyancsak, azt mondja, hogy ugye volt erről, hogy űrrégészkedés a naprendszerben, és hogy keresünk nyomokat. Keresünk olyan nyomokat, amik a naprendszerben keletkeztek. más civilizációk által, akik esetleg itt jártak mondjuk 1 milliárd éve. A Földön ennek nyilván nem találnánk nyomát, mert a Föld ez egy aktív bolygó, lemeztektonika, mit tudom én, elárasztja a víz, elfújja a szél, betemetődik, minden. Tehát, hogyha a dinók korábban járt itt egy földön kívüli civilizáció, és építettek maguknak egy várost, akkor nyilván annak semmi okát nem nyomát nem találnánk, de például, és erről szólt az űrrégészkedés című adásunk, ami szintén visszahallgatható az archívumban, de hogy pont az az ötlet, hogy de a naprendszerben keringhetnek mások által elhagyott tűrszondák, vagy esetleg a Holdon is lehetne keresni mások által elhagyott darabokat, mert a Holdon nincs lemeztektonika például, meg kisbolygókon, meg ilyen helyeken, ahol ugye nincs légkör és nincs erózió, meg ilyesmi, vagy hát erózió az éppen van a Holdon, csak éppen a nagy hőingadozás porlasztja a köveket, de azért ez mégiscsak más jellegű, nem véletlenül mondják, hogy az Armstrongéknak és a többieknek a lábnyomai is még több tízezer évig megőrződhetnek, és akkor így felmerült benne a kérdés a fordítottjára, hogy a Józsefben, hogy fordított irányra van-e törekvés, vagyis hogy hagyjunk a naprendszerben nyomokat az utánunk jövőknek, itt vagyunk. Igen, vannak ilyen törekvések. Az egyik ilyen érdekes törekvés, az pont a Földön lakó, érdekes, hogy rendszerint a Földön itt lakó utánunk jövőket célozzák ezek az üzenetek. Volt egy KEO nevű projekt, ami most jelenleg valahogy a Covid környékén sőt, még korábban, tehát szóval a 2000-es évek legelején volt egy KEO nevű projekt, amit egyébként egy francia művész talált ki, akinek az a neve volt Jean-Marc Philippe, aki egy művész és tudós egyszerre. A lényeg, az volt az ötlet lényege, hogy magas földkörüli pályára küldjünk egy műholdat. A KEO név az egyszerűen azt mondja, hogy a Föld nyelveiben előforduló 3 leggyakoribb hangzó, a K, E és O hangokból van összerakva, ezen kívül nem jelent semmit. Egy olyan magas földkörüli pályára küldtek volna egy ilyen pici kis, hát nagyjából labdaméretű csomagot, ami tartalmazott volna mindenféle interneten összeszedett dolgokat, bárki írhatott volna be bármit, fényképeket is küldhetett volna, nem lett volna cenzúra, meg semmi ilyesmi, bármilyen tartalom oda mehetett volna, hogy reprezentálja az emberiséget. Lett volna még lett volna benne még egy minta a levegőből, lett volna benne egy minta a tengervízből, meg a föld anyagából, illetve egy vércsepp, emberi vércsepp, amit egy random kiválasztott embernek a vércseppje lett volna, és egy csomó fénykép meg adat. Ilyen módon. És úgy tervezte, hogy ez valamiféle alexandriai könyvtár, hát tényleg egy ilyen monolit, vagy egy ilyen időkapszula az emberiségtől, és aztán valamikor 50 000 év múlva, nagyságrendileg 50 000 év múlva belépett volna a Föld légkörébe. Egyszerűen azért, mert olyan magas pályára került volna, hajtóművel nem lett volna, csak a pici légköri fékeződés eredményeképpen nagyjából 50 000 év múlva lepottyant volna a Földre. Túlélte volna a becsapódást a tervek szerint, de a hővédő bevonata az olyan lett volna egyébként, hogy amikor belép a légkörbe, akkor egy nagy látványos sarki fényszerű fénylést generált volna, hogy jól észrevehető legyen, hogy érkezik, és akkor ez lett volna egy ilyen palackposta a jövőbeli leszármazottaink számára. Volt másik, de ez nem valósult meg, tehát ott aztán az ÉZA átszervezése miatt, most ahogy jelenleg fest a helyzet, ez igencsak parkolópályára került a projekt, de egyébként a Lageos, ami egy lézertükörből álló pici műhold volt, ami nagyjából szintén egy ilyen labdaméretű műhold, ami még a 70-es években ment föl az űrbe, az is egy olyan pályára, ami tényleg egy lézertükör, tehát egy diszkógömb tulajdonképpen a műhold, és konkrétan ilyen geofizikai, geodéziai mérésekhez használták, de olyan pályára került föl, hogy az viszont 10 millió évig fog a Föld körül keringeni, és maga Carl Sagan, tehát ugyanaz az ember, aki a Pioneer, a naprendszert elhagyó Pioneer meg Voyager űrszondákra tervezett üzenetet, erre is tervezett egyet. Hát nyilván 10 millió évvel előre tervezni, az tökéletesen ugyanolyan, mint hogyha meg akár 50 000 éve előre tervezni is olyan, mint hogyha egy teljesen idegen civilizációnak terveznénk. Ennek megfelelően itt olyan rajzok vannak, amik azt mutatják, hogy most hogy állnak a Föld kontinensei, és hogy ugye a lemeztektonika előrevetítésével, hogy 10 millió év múlva hogy fognak állni a kontinensek, és hogy akkor fog leesni, és itt bináris kódolt üzenetek vannak, amik azt mutatják, hogy honnan jött, melyik országból, mennyi idővel ezelőttről, és ez is egy olyan kis hengerbe, ütésálló hengerbe lett volna berakva, hogyha becsapódik a műhold, mert lefékeződik, akkor meg lehessen találni sértetlenül. Tehát vannak ilyen ötletek, és lesznek is nyilván. A mai adásidőnk azonban véget ért. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Ez volt tehát a Sokolébresztő. Mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sokolébresztő.hu-n megtaláltok mindent a korábbi adásokról is. Ennek azonban vége, 2 hét múlva jövünk vissza. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Sokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.